Sziasztok! Köszöntelek benneteket ismét a csatornámon! Ha már iskola kezdés, akkor tartsatok velem és nézzetek meg egy egyetemi kampuszt itt, Texas közepén! Megmutatom, hogy hogyan is néz ki egy egyetem itt az Egyesült Államokban, miben különböznek a magyar egyetemektől. Menjünk is és nézzük meg! A legtöbb egyetem egyébként sétálható, könnyedén gyalogkörbe lehet járni az egész kampuszt. Mögöttem láthatjátok a színház épületet, ahol nem csak színházi előadásokat, hanem drámaórákat is szoktak tartani. Ez pedig itt mögöttem az adminisztrációnak az épülete. Minden adminisztrációs ügyintézést ebben a nagy épületben lehet elintézni. Az Egyesült Államokban a legtöbb egyetemen és főiskolán minden szaknak és tárgynak különálló épülete van, csak úgy, mint a Miskolci Egyetemen, ahova én jártam. A férjem azt mondja, hogy a Szent István Egyetemre, ahova ő járt Gödöllőre, ott mindent egyetlen egy nagy épületben tanítottak. A mögöttem látható épületben például vízibiológiát lehet tanulni. Az egyetemi kampuszokon nagyon sok parkolót lehet találni, hiszen hatalmas területen szokott elfeküdni maga az egyetem, abból kifolyólag, hogy rengeteg tanuló szokta látogatni. Amennyiben amerikai egyetem területén jártok, mindig figyeljetek oda, hogy legyen érvényes parkolási engedélyetek, mert ha nincs, akkor nagyon komoly büntetésre lehet számítani a parkolásért. Másik nagyon fontos dolog, hogy próbáljatok meg minél közelebb parkolni ahhoz az épülethez, ahol éppen az órátok lesz, ugyanis a parkoló és az épület között még akár egy 15-20 perces sétát is meg lehet tenni. A mögöttem látható épület egy akadémiai center, amire a férjem azt mondta, hogy az ilyen centerekkel tele vannak az egyetemi kampuszok, és igazából több mint a feléről azt se tudod, hogy mire való, vagy mit tartanak benne. De egyébként a legtöbb ilyen épületben szokták azokat az eseményeket, gyűléseket tartani, amikor valamilyen egyetemi klubok alakulnak, és a taggyűléseiket itt tartják meg. A férjem azt is mondta, hogy ő amikor Kaliforniába járt az egyetemre, talán egyszer vagy kétszer volt ilyen diákcenterben, akkor is csak azért, hogy ingyen biliárdozhasson. Viszont azok a diákok, akik az Egyesült Államokban születtek, vagy akár gyerekként kerültek ide, és ide jártak már középiskolába és általános iskolába is, és beépültek ebbe az amerikai oktatási rendszerben, ők az egyetemi életük nagy részét az ilyen centerekben szokták élni. Ez a rész pedig az, ahol mindent meg lehet tanulni a mezőgazdasággal és a kertészettel kapcsolatban. Ebben a gyönyörű épületben pedig mögöttem média kommunikációt lehet tanulni. A kampusz egyébként még azért ilyen üres, mert most kezdődtek el a kollégiumokba, vagyis ahogy itt hívják, a dormokba
való beköltözés. Maga a tanév kezdés egyébként államonként és iskolakerületenként változó. Vannak olyan iskolák, ahol majd csak szeptember elején kezdődnek a tanítási órák. Mögöttem pedig a kémiai épület található. Jöttünk a dining hallba, ahol a diákoknak lehet étkezni. Ezt most bezárták, és azt mondták, hogy délután 4 órakor nyitnak ki újra, úgyhogy sajnos nem tudom nektek megmutatni, hogy milyen is belülről. Ennyit meg tudok nektek mutatni belőle. Mögöttem található a Liberal Arts épület, amely magyarul a humán tantárgyak megnevezését foglalja magába, mint például a történelem, az irodalom, szociológia, politikai szociológia. Ezeket a tárgyakat lehet ebben az épületben tanulni. Ez az óriási épület pedig mögöttem az egyetemi könyvtár lenne. A legtöbb egyetemnek és főiskolának az Egyesült Államokban hatalmas könyvtára van. Megpróbálunk bemenni és megnézni, hogy hogyan is néz ki belülről. Amennyiben valaki tanulója az egyetemnek, ingyen lehet a komputereket használni a tanulói igazolványod segítségével. Az egyetemi könyvtárakról egyébként tudni kell, hogy általában a legtöbb helyen éjfélig vannak nyitva. Viszont amikor vizsgaidőszak van, abban a 2-3 hétben 24/7-ben nyitva vannak, és bárki bejöhet ide tanulni. Én sajnos a főiskolai tanulmányaimat itt az Egyesült Államokban a pandémia miatt már online kezdtem el, tehát ebben nem volt részem, de a férjem elmondása alapján ezekben a könyvtárakban vizsgaidőszak alatt csoportos tanulás szokott történni, tehát több diák is összeül és együtt tanulnak, és ilyenkor itt az asztalokon és a székeken szoktak akár aludni, és itt töltik az éjszakát. Valamint, amit már az előző videómban is említettem, ingyen juthatunk ivóvízhez is. Ezek a gépek pedig itt mögöttem, szkennerek és fénymásolók, amelyeket szintén igénybe lehet venni. Az asztalokban pedig beépített konnektorokat találhatunk. A mögöttem látható épületben, amelyet Student Centernek hívnak, különböző irodákkal lehet találni, amelyben bármiféle szüksége van a diáknak, azt itt megtalálja.
Ilyen lehet például, hogyha egy kanszelorhoz szeretnénk fogadóórát kérni. A kanszelornak az a dolga, hogy segítsen a tanulóknak abban, hogy milyen órákat vegyen fel, milyen szakokat válasszon, de hogyha valaki egy külföldi országból érkezik ide tanulni, ő is ebben az épületben talál magának segítséget. A mögöttem látható nagy épület lenne az egyetemi kollégium, amelyet itt dormnak neveznek. Ez minden egyetemen másképpen néz ki, valahol kis apartmanházakra emlékeztetnek, ezen az egyetemen egy ilyen hatalmas building az. Szinte minden egyetemnek és főiskolának van egy jelképe, amely általában egy állat szokott lenni. Ennek az egyetemnek a hiúz a jelképe, és egy ilyen hiúz tappancsot lehet minden utcatáblán elhelyezve találni. Valamint az egyetem területén több helyen megtalálhatjuk a hiúz szobrot is. A legtöbb egyetemnek saját buszjárata is van egyébként. Nem véletlenül mondják, hogy minden sokkal nagyobb Texasba. Ez egy akkora hatalmas kampusz, hogy szerintem még egy nap is kevés, hogy teljesen körbejárjuk és minden épületet megnézzünk. Amerika 36. elnökének, Johnson elnöknek a szobrával búcsúzom tőletek, aki egyébként szintén ennek az egyetemnek volt a hallgatója. Amennyiben ez a videó is tetszett nektek, nyomjatok egy lájkot, bármilyen kérdésetek, észrevételetek van, kommenteljetek a videó alatt, iratkozzatok fel a csatornára és nyomjátok meg a kis csengőt, hogy ne maradjatok le a következő részről sem. Sziasztok!